Átkelés zebra lesz Pakson a Tolnai és a Kölesdi út kereszteződésében. Látogatás ismét várta az erőművek éjszakája az érdeklődőket. Falunap diszkóval, koncertekkel, gyerekprogramokkal vártak mindenkit Bölcskén. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Zebra lesz Pakson a Tolnai és a Kölesdi út kereszteződésében. A munkaterületet hétfőn vette át a kivitelező, és ezzel egy időben kezdődött a geodéziai felmérés is. A szakemberek a gyalog átkelőhely és a hozzávezető járda kialakítása mellett járdaszigetet is építenek, továbbá korszerűsítik a közvilágítást is az út mentén, és csapadékvízelvezető árkot is építenek egy szakaszon. A beruházás 13 millió forintba kerül, és a tervek szerint még az idén elkészül. Leber Ferenc Paks alpolgármestere, a 7-es választókerület önkormányzati képviselője a munkaterület átadón azt mondta, a fejlesztés célja a közlekedés biztonság növelése. Zebra hiányában szabálytalanul a testi épségét veszélyeztetve kell át egy biciklis a Tolnai és Kölesdi út kereszteződésében. Ám nem sokáig marad ez így. Hamarosan itt gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A munkaterületet hétfőn vette át a kivitelező. Gyalogátkelőhez csatlakozó járdaburkolatok lesznek teljes egészében átépítve. Járdaburkolatot megelőzően a déli oldalon egy nagyméretű árok lesz átalakítva. A meglévő burkolt árok új nyomban arra fog kerülni, így fogjuk tudni biztosítani a gyalogos forgalomnak a rávezetését a gyalogátkelőhelyre, valamint a közvilágítási hálózat korszerűsítése fog létesülni. Leber Ferenc, Paks alpolgármestere, a 7-es választókerület önkormányzati képviselője a munkaterület átadóján elmondta, az új zebrára nagy szükség van, mivel onnan mintegy 150 méterre található a legközelebbi gyalogos átkelőhely. Szeretnénk, hogyha én most csak a saját körzetemről beszélnék, hogyha a mögöttem levő kereszteződésben megoldódna az az áldatlan helyzet, hogy itt gyalogosan átkelni az eléggé bonyolult és sok időt vesz igénybe. A 3 méter széles zebrát egy járdasziget fogja megtörni. Ezen túl egy 213 négyzetméteres járdát is építenek a zebrához vezető úton. A déli oldalon 80 méter, az északi oldalon 25 méter járda jön létre. Ennek a kereszteződésnek a bonyolultsága, ugye itt gyakorlatilag 7 út találkozik, és régóta foglalkozott a Magyar Közút is, illetve az önkormányzat azzal, hogy egy körforgalom legyen kialakítva, lámpás kereszteződés, gyalog átkelő helyek, hogy hova legyenek kialakítva. Ez egy komplex kérdés, és a végső döntést igazándiból a Magyar Közút hozta meg, az ő alapkoncepciója alapján tudjuk a módosításokat megtenni. A beruházás 13 millió forintba kerül és önkormányzati forrásból valósul meg. A gyalogátkelőhely, járdasziget és a hozzávezető út várhatóan még az idén elkészül. Családi és egészségügyi okok miatt lemondott mandátumáról Paksváros képviselőtestületének tagja Szabó Ferenc. Döntését Szabó Péter polgármester tudomásul vette, köszönetet mond a város érdekében kifejtett eddigi tevékenységért, és további sok sikert kíván neki. Szabó Ferenc posztját a továbbiakban Antóni József János név veszi át, tájékoztatott közleményében a polgármesteri hivatal. Minden gyermekes szülőnek, aki családi kedvezményre jogosult, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó, ECHO, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint a gyermeket nevelő szülők adó visszatérítése annak jár, aki idén, akár csak egy napra is, családi kedvezményre volt jogosult. A visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020 decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz 15%-a, ami 809 ezer forint. 809 ezer forint, ennyi lehet a legfelső határa az adó visszatérítésnek a 2020 decemberi adatok alapján számolva, a NAV szerint. A gyermekes szülőnek, aki családi kedvezményre jogosult, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó, ECHO, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede. A támogatásról szülőket kérdeztünk. Biztos mindenkinek jó lesz ez így. Ez akár egy felújítás alapja is lehet, meg egyéb sok minden másra is lehet fektetni a gyerek jövőjére, vagy bármire. De mondom, hiszem, ha látom.
A NAV szerint nem csak a családi pótlékra jogosultak kaphatják vissza a 2021-ben befizetett SZJ-at, mert a visszatérítést a családi kedvezmény határozza meg. A gyermeket nevelő szülők adó visszatérítése annak jár, aki idén, akár csak egy napra is, családi kedvezményre volt jogosult. A gyermekük után családi pótlékra jogosultaknak, tehát a kedvezmény a gyermeket közösen nevelő szülők közül mind a kettőt megilleti, és a családi kedvezményre magzat után a várandóság 91. napjától jogosultaknak, és a várandós nő házastársának is. Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik a visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy pedig élettársak. A NAV 2022. február 15-ig automatikusan kiutalja a visszatérítést annak a szülőnek, akinek a munkabéréből évközben a munkáltató levonja az SZJ-at, illetve az ECHO-t. Per pillanat nem kell csinálnia senkinek semmit. Egyrészt azért, mert sokaknak automatikusan fog menni a visszatérítés, másrészt pedig azért, mert akinek majd tennie kell valamit, az egy nyomtatványon teheti ezt majd meg legegyszerűbben elektronikus úton, de majd csak október 31-től. A NAV február 15-ig majd automatikusan kiutalja a visszatérítést annak a szülőnek, akinek a munkabéréből évközben a munkáltató levonja az SZJ-t, illetve az ECHO-t. A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, 2021. december 31-ig nyilatkozatot tehetnek. Ha határidőben ezt megteszik, 2022. február 15-ig ők is megkapják a visszatérítést. A NAV honlapján minden témával kapcsolatban fontos információ megtalálható, és van olyan robot is ezen belül, hogy tipikus kérdésekre adott válaszok, ahol bárki megtalálhatja a saját élethelyzetére vonatkozó megoldást. Akinek továbbra is kérdése van, kérjük, hogy az adózókat, hogy a 18-19-es ingyenesen hívható NAV infovonalon érdeklődjenek. Fontos, hogy e-mailben az adóhivataltól nem lehet tájékoztatást kérni, tehát kérjük, hogy használják ezt az ingyenesen hívható 18-19-es telefonszámot. Ismét megrendezte az erőművek éjszakáját a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal partnereivel, köztük a Paksi Atomerőművel október 8-án. A program megnyitóját az Atomerőmű Tájékoztató és Látogató Központjában tartották. Az erőművek és a fűtőművek pénteken összesen 35 helyszínen nyíltak meg a programra regisztrált 3000 érdeklődő előtt. Ez alap egy kicsit a szakemberekről is szól, az ő munkájukról is szól, ő előttük is tisztelgünk a mai napon. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője az Atomerőmű Tájékoztató és Látogató Központjában az erőművek éjszakáját október 8-án. A szóvivő hozzátette, abban bíznak, hogy akik részt vesznek ezeken a programokon, a későbbiekben takarékosabban bánnak az energiával és tudatosabban gondolkodnak annak felhasználásáról. A rendezvényen levetítették az erőművek éjszakájának promóciós videóját is. A videóban szereplő Gyetván Csaba, a rendezvény szóvivője is jelen volt a megnyitón. Pont az ilyen rendezvények, amilyen az erőművek éjszakái sokat segíthetnek abban, hogy ezeket a témákat, ezeket az üzeneteket eljutassuk mindenkihez, a legkisebbeknek is, mert szerintem, hogyha van kérdés, amivel mostanában már mindenkinek foglalkozni kell, és szerintem amit nem tudunk megkerülni, az energia gazdálkodás kérdése, és az, hogy hogyan bánunk, hogyan aknázzuk ki, vagy ne aknázzuk ki lehetőleg, hogy minél lassabban a föld energiaforrásait, és hogyan használjunk minél több fenntartható energiaforrás, zöld energiát. A megnyitó ideje alatt is tartózkodott látogatócsoport a központban, mint az dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója elárulta, 120 jelentkezőt fogadtak ezen a napon, a létszám pillanatok alatt betelt. Az atomerőmű látogatási program nem csak ezen a napon volt népszerű. Normál COVID-mentes időszakban 30-40 ezer közötti látogató jön az atomerőműbe, tehát a látogatóközpontba, illetve be, és ezen felül most már 20-30 ezer látogató körül a múzeumba. Tehát nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon rosszul esett nekünk, amikor a pandémia miatt bezártunk, de hogy mekkora az igény az ilyen információkra jelzi azt, hogy a csapat gyorsan átállt online tartalmak előállítására, feldolgozták a kollégák a bemutató tér különböző dolgait, és milliós eléréseket tudtak produkálni, mert azért látszik, hogy az embereket ez érdekli. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ebből is sokat tanultunk, de most, amikor újra ki tudtunk nyitni, akkor hatalmas dömping van, nagyon örömünkre.
A tájékoztatás során felhívják a figyelmet az Európai Unió Tudományos Szervezetének megállapítására, miszerint az atomenergia a fenntartható források közé tartozik. A kommunikációs igazgató úgy tapasztalja, aki ellátogat az atomerőműbe, az a továbbiakban az atomenergetika támogatójaként él tovább. Kolbásztök is látható azokban a kompozíciókban, amelyeket a paksi kertbarátok készítettek a Táncsics Parkban és az Atomtéren, többségében saját termesztésű tökökből. A kertbarátok egy héten keresztül faragták és főként festették a kompozíciókat, a növényeken a mesefiguráktól az Erzsébet szállóig számtalan minta látható, de készült tökből mackó, katicabogár, sündisznó és madárfészek is. A hangulatos kiállítás egy héten át tekinthető meg, ezt követően a tököket iskoláknak, óvodáknak, valamint az Életfa idősek otthonának ajándékozzák a kertbarátok. Falunapot tartottak Bölcskén, a diszkóval, koncertekkel, gyerekprogramokkal tarkított kétnapos rendezvényre mintegy 1000-en voltak kíváncsiak. A hagyományos főzőversenyt is megtartották, amelyen értékelték a legjobb sütiket, pörkölteket és a házi lekvárokat is. A szervezők a falunap programját igyekeztek úgy összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes műsort. Nagyon jó lesz. Molnár Zsolt elégedetten kóstolja a marha húsból készült babgulyást, amivel indult a Bölcskei falunap főzőversenyén. Azt mondja, nagyon várták már a rendezvényt, ilyenkor gyűlik össze a falu apraja nagyja. 5 kg marha hús, bab lesz benne, ugye csináltam alá csülköt, azt aprítottam össze, füstölszalonnát, és ezzel csináltam meg az alapot neki igazából. A sikára most már. Barack pálinkával kocintott a székelyföldi, pontosabban csípszép vízi csapat, majd folytatták a pörkölt főzést. A Bölcske testvértelepüléséről érkezett társaság nagy kedvel nevezett be a főzőversenyre. Azt mondják, ez a második alkalom, hogy a Tolna megyei faluban járnak. Igazából két csapattal érkeztünk. Az egyik csapat egy bárány ragut készít szép vízi módra, a másik csapat meg egy pörköltet. Több mint 200 csapat vett részt a főzőversenyen Bölcskén, a falunap egyik fő eseményén. Két kategóriában hirdettünk főzőversenyt, borral készült pörköltek és gulyások, illetve borral készült sültek. És a Bölcske legjobb lekvárját is várjuk. A programok már pénteken elkezdődtek. DJ-k vették birtokukba a sátrat. Szombaton sokszínű műsorral folytatódott a falunap. Volt gyerekkoncert, felléptek a helyi egyesületek, majd egymást váltották a sztárok a színpadon. Baranya István Bölcske polgármestere azt mondja, a falunapot minden évben nagy várakozás előzi meg. Ez az a nap, amit minden bölcskei tud, hogy az október 7-i naphoz legközelebbi hétvégén a falunapraja nagyja összejön, meg azok is, akik már elmentek, elköltöztek esetleg Bölcskéről, a kapcsolatokat ápolni, rokonokkal találkozni, barátokkal találkozni, eljönnek ide. Itt éppen beszéltem most az egyik barátommal, ő például a támogatóit, ő sportoló, és a támogatóit látja most vendégül, így köszöni meg az egész éves támogatásukat, hogy itt eltöltenek egy napot, elmennek itt a borsátorba, 45 fajta bort lehet majd itt kóstolni. Klasszikus! A zsűri értékes ajándékokkal honorálta a főzőverseny nyerteseit. A bíráló bizottság a legízletesebb ételnek, a Madocsáról érkezett Kis Gyula kakaspörköltjét találta. A sültek közül a bölcskei Botos Eszter szarvashúsos hamburgere lett az első helyezett. Kihirdették a legjobb lekvárokat is. Nyúl Magdolna lekvárja és Simon Béláné sárga barackból készült dzsemje nyert. Merfelsz Gábor volt a vendége a Borbarát klub legutóbbi összejövetelén, a szekszárdi borász kifogástalan minőségű vörösborokkal érkezett az estre, a kóstoló közben előadást is hallgathatott a szervezet tagsága. Köszöntelek benneteket az októberi klubestünkön. Ma esti vendégünk Merfelsz Gábor Szekszárdról. Gábor évekkel ezelőtt járt már egyszer nálunk, de akkor az évzáró vacsorán itt a klubban még nem, és csupa vörösborral érkezett.
Cabernet Franc, Sauvignon, Kadarka, Zweigelt, Merlot, Nero és fajta házasítások kerültek a paksi borbarátok poharaiba a legutóbbi klubesten. Kis Attila elnök bevezetője után a szekszárdi vendég, Merfelsz Gábor azonnal magasra tette a mércét. Az úgynevezett belövő bor, vagyis az első tétel bikavér volt, ami már is minden résztvevő tetszését elnyerte. Komoly este lesz. Mindenféle bor van ebben a pince, nagyon ikonikus borai, ilyen például az esti csók, a csokoláta nevezetű merlot alapú küvénk, de vannak benne újdonságok, illetve olyan fajborok, amelyek bizonyos évjárati sajátosságok miatt kiemelt ikonpalackot kaptak, és fontosak a pince számára, ilyen a 2017-es kékfrankos szelekció, illetve a 2019-es Turán. A Merfelsz pincészet magas minőségű ízvilága nem csak a borbarátok, hanem a különböző megmérettetéseken az országos és nemzetközi zsűri tetszését is elnyerték már korábban. Ezek az elismerések inkább a pince működésének az első éveire tehetők, de nagyon fontosak voltak számomra, tehát ez is egyfajta visszajelzés volt. Idővel rá kellett, hogy jöjjek, hogy a fogyasztót nem igazán érdekli, hogy milyen plecsni van a palackon, a beltartalom annál inkább. A kóstoló alatt a szőlészettel és a borászattal kapcsolatban minden részletre kiterjedő előadást is hallgathatott a társaság. Egy tőkén általában 6 vesszőt hagyunk, és vesszőnként egyetlen egy fürtöt. A kiváló hangulatú est kötetlen beszélgetéssel és vásárlási lehetőséggel zárult. A paksi borbarátok a tervek szerint legközelebb november 12-én találkoznak a Prelátus pincéjében. '90-74-re győzött az atomerőmű ESE a férfi NB1-es kosárlabda bajnokság 5. fordulójában Kaposváron. A mérkőzésen a piroskékek csapatjátékot bemutatva megérdemelten diadalmaskodtak. Az ESE jelenleg 2-3-as mérleggel a 9. helyen áll. A Kaposvár 2-2-es mérleggel, míg az atomerőmű ESE 1-3-as mutatóval rendelkezett a Felek Somogyi összecsapása előtt a felnőtt férfi kosárlabda bajnokság NB1 A csoportjában, mindkét gárda győzelemmel hangolt a találkozóra. A mérkőzést a paksi Bzoya, Melvin Brown és Ellingsfeld kosarai vezették fel, a hazaiak közül Wayne és Price iparkodott leginkább. Az ASE 28-22-re nyerte az első etapot. A folytatásban egy pontra felzárkózott a KKK, de Buljevic révén időben kapcsolt az atom, majd gyors indításokból könnyű találatokat is szerzett a piroskék gárda, így a fél időre visszaállt a 6 pontos vendégelőny. 39-45-ről kezdődött a harmadik 10 perc, melynek elején visszaesett a paksi koncentráció, Hoics edző időkérése sem hatott, a házigazda Wayne és Price pontjaival átvette a vezetést. De Brown és Buljevic triplái, illetve horogdobása után újra a paksnál volt az előny. 60-65 állt a táblán a negyedik negyedre fordulva. Kovács és Melvin kosaraival araszolt előre a záró felvonásban az ASE, de Krányászki és társai nem adták fel. A piroskékek is remekül küzdöttek azonban, Melvin hármasa után ismét 10 pont lett a differencia, amely a hajrában végleg megtörte a vendéglátókat, így a paks diadalmaskodott és megszerezte a szezon első idegenbeli győzelmét. A végeredmény Kaposvári KK atomerőmű ESE 74-90. Az ASE 2-3-as mérleggel jelenleg a tabella 9. helyén áll. My team played a good defense through the most part of the game. A meccs túlnyomó többségében jól védekeztünk, és ez volt a kulcsa mindennek. Támadásokban igazi csapatként játszottunk, jól forgattuk a labdát, és megtaláltuk a jó helyzetben lévő üres játékosokat. Ezeket főként az első fél időben csináltuk jól, ezt a javuló dobószázalékunk is jól mutatta. A tripla mutatónk 25-ről 40%-ra javult, ennek oka az imént említettek voltak. Természetesen örülök a győzelemnek, hiszen minden idegenbeli mérkőzés a ligában rendkívül nehéz. Gratulálok a játékosaimnak. Gratulálok Paksnak, szerintem abszolút megérdemelt győzelem. Jobb volt egész mérkőzés. Szerintem nagyon rosszul játszunk megint. Talán egy kicsit voltunk jobb pozícióban a harmadik negyed, mikor vezetünk 4 vagy 5 pont. És utána megint rengeteg butaság megcsináltunk. Első fél idő is volt 14 eladott labda, első 40 hazai pályán. Nem kosarlabdázó, nem játszottunk mi csapat, nem játszottunk mi edzetünk, nem csináltuk abszolút semmi, főleg támadóan.
megpróbálunk individuál megtalálni megoldás egyedül egy-egy, vagy valamit, ez abszolút nem kosarlabda, de mit én akkor, amit szeretnek, hogy játszunk. És normál, ebben a helyzetben nem tudunk semmit csinálni, nem tudunk erre mit csinálni. Egy kicsit kell beszélni. Az atomerőmű ESE a következő fordulóban a Zalaegerszeget fogadja október 16-án szombaton a Szekszárdi Sportcentrumban 19 óra 30 perckor kezdődik a mérkőzés, amit a Telepaks másnap 17 óra 30-tól felvételről közvetít. Hétfőn este erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, gyenge eső, szórványosan valószínű. Az északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5-8 fok között alakul. Kedden napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul. A Híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!